nyelvnek más kifejezési formáitól elütően zeneileg hatásos, tangikus szavak összjátéka. Szavakért, melyek szótári jelentésüknél jóval többet tudnak említézni. A Szent István emlékév egyik legjelentősebb eseménye a 4. fehérvári versünnep. Idén több mint 30 fiatal méretteti meg magát a rangos Kubik Anna által vezetett szakmai zsűri előtt. Többes célja van ennek a versünnepnek, hiszen amellett, hogy ez a versünnep kiváló alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet mindazok számára, akik talán egy kicsit a mindennapok sűrűjében kevesebbet tudnak foglalkozni a versen, hogy bármilyen hangulatunk is van, akár öröm, akár bánatér, nyugodtan nyúlhatunk a versekhez, és fontos, hogy olvassunk akár rendszeresen is verseket. És nem csak a fiataloknál az irodalomóra kötelező eleme kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy erre nagyon jó alkalom ez a versünnep. A Fehérvár Média Centrum munkatársai számára kihívást jelentenek ezek a napok is. Miért nem szerinted simogat, ahogy szokás, ahogy a másik? Miért kapkod a csilló hozzáneket? És mit nevetek hozzá ilyen csúnyán, külsértőjésen, szemtelenségen? A vers szereteteim már a negyedszer szólított a pódiumra az arra érdemes fiatalokat. Évről évre nő azoknak a tábora, akik úgy gondolják, hogy szeretnék megmutatni szélesebb közönségnek is a versek iránti szeretetüket. Az idei évben különleges felhangot ad ennek a megmérettetésnek az, hogy a város úgy gondolta, hogy a Szent István emlékév programjai közé beemeli ezt a versenyt. Erre mi magunk is nagyon büszkék vagyunk, és ez azt gondolom, hogy egy olyan új színt adott megint a versenynek, amitől a hagyományokat megtartva egy kicsit újat tudunk mutatni a versenyzőknek. Bár névre szóló meghívás nem érkezett, Székesfehérvár teljes környékét lázba hozta a bemutatkozás lehetősége. Jó verset mondani, mert fiatal lévén nem mindig tudom megfogalmazni saját belső gondolataimat, ehhez segít engem a költő, az ő gondolatai, az ő versével, és azt, amit ő leírt, én azt magamévá teszem, és azt át tudom adni a közönségnek. Gombos Brigitta elmondta, mi pedig tovább erősítjük. Pilinszky, Bella István, Németh László városában nem csoda történik. Az ünnepek mellett akár a hétköznapokon is figyelhetünk a rímek világára.